Lamager.com. Eredeti játékok olcsóbban. Sziasztok, én Peti vagyok, és ez itt most egy különleges videó lesz, ami még nem volt a csatornán, gyerekek, és ez lesz az első. Na, hogy mi a szitu? Elmagyarázom. Az egyik kedves nézőm felvette velem a kapcsolatot, írt nekem e-mailt, hogy ő szeretne nekem küldeni egy kisebb csomagot, melyben külföldi, ebben az esetben román édességek vannak, és szerette volna az, hogy megkóstoljak párat belőle, és én meg azt mondtam, hogy természetesen nagyon megköszönöm, illetve elfogadom ezt a videós ötletet, és megérkezett a kis csomagja neki, itt van, és Gergő küldte nekem ezt a csomagot, innen is szeretném neked, Gergő, megköszönni, hogy úgymond támogattad ennek a videónak a létrejöttét, és vannak benne elég érdekes dolgok, már így kinyitottam, és most akkor egyúttal veletek együtt nyitom ki, bár annyira nem fog látszani, itt lesznek majd a termékek, és hát ezt majd mindjárt, van benne egy kis üzenet, illetve ahogy látom rajz is, hogy szerintem kezdem azzal, és majd én itt nem fogom szedegetni majd a cuccokat, és akkor itt nem fogjátok látni. Hát valószínűleg mindent meg fogok kóstolni, bár nem fogom megenni mindent, de mindent meg fogom kóstolni. Akkor először is elolvasom az üzenetet, ami van benne. Kedves Peti, itt van a beígért csomag. Reméljük, hogy ízleni fog a tartalma. És akkor le vannak írva itt a termékek. Hú, várjál. Akkor ezt majd később, már úgy akarom, hogy akkor megpróbálom majd beazonosítani, hogy melyik. És akkor Puszi, Csillag, Gréta és Gergő. Ja, gyerekek, nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a csomagot, nagyon kedvesek vagytok, és örülök, hogy megérkezett épségben, semmi problémája nem történt, és itt van olyan, hogy szeretünk Owen. Ja, nagyon édesek vagytok. És itt van egy rajz. Szeretettel Csillától Petinek még egy Pikachu. Oh. Na szóval még egy Pikachu-s rajz. Köszönöm szépen, Csilla, nagyon jó, nagyon kawaii. Úgyhogy ez nagyon kawaii lett, nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy az üzeneteket akkor ajtam, és akkor mondjuk várjál a papírt, azt itt hagyom, mert akkor tudod, nem tudom, hogy mi micsoda. Tehát akkor nézzük, hogy mi legyen az első. Tehát az első termék, gyerekek, nézzétek. Fata Mosului Alnuga, vagy Alnuga, így kell mutatni, tehát yeah. Micsoda becsomagolása van, figyeled? Alnuga Cu Alune Fare Conservanti Fantomusu Mosului. Hát így első ránézésre már mindjárt kibontom, tehát megnézem, hogy ez mi. Fata Mosului, hagyományos román török méz. Ez török méz? Ó, oké, egy kicsit meg van nyomulva, nem baj. Hát akkor most ez lesz az első, amit meg fogok kóstolni. Vagy ki tudom bontani, engedi. Huha. Na, ezt is kibontjuk teljesen a csomagolásból. Ezt egy kicsit pénázni fogok, sorry. Arról a télet. Oké, rendben. Fú, ragad. Ragad, mint az állat. Na. Tehát akkor egyelőre ennyi. Na, figyeljetek. Fú, de ragad. Tehát egy kinézetre ez így néz ki. Tehát két ilyen hagyományos nápolyi, és akkor a belseje a lényeg. Látjátok? Megkóstolom, de fogomnak nem fog tetszeni. Finom! Azt kell mondjam, finom, nagyon édes, az biztos, hogy nagyon édes, de nagyon finom. Nem rossz. Van benne mogyoró is. Az kifejezetten érződik. Nem. Nem rossz. Mondjuk nekem határozottan nagyon édes, tehát az biztos, hogy nem tudnám megenni az egészet, mivel nagyon édes, de így, hogy néha beleharapdál kettőt az ember, akkor olyan, így előbb-utóbb elfogyik. Nem, ez teljesen meg vagyok elégem, nagyon finom. Csak szerintem egyszerre sok lenne ez az édes, ott a gyomrunknak, vagy valami. Tehát igen,
Anuga! Pata! Moszulé! Mi ez? Most ezt hogy kell olvasni? Ja így. Sugas! Sugas! Tehát ennek így néz ki a... Ne, olyan lett a kezem. Csak ragadok. Sugas! Tehát ez olyan átlagos, ilyen... Csokinak tűnik, tehát ilyen... Ja, tehát na várjál, megnézem, hogy ez mi akar lenni. Sugas, vaníliás és csokis nápolyi szelet. Ja, ebből van egy izé. Van ebből egy vaníliás ízű is. Sugas. Látjátok? Így néz ki. És akkor most mind a kettőt meg fogjuk kóstolni. Ebből is egy picit. Azért nem rontom el a gyomromat. Ki tudom bontani, ha engedni a csomagolás. Imádom az ilyen csokit. Úgy látszik, hogy a románok úgy becsomagolják a csokikat, hogy nem lehet... Nem lehet kibontani, ember. Hát ne, nem áll, most komolyan... Egy ollót már egyszerűen nem bírom kibontani, hallod? De úgy tűnik, hogy ők úgy csinálják így a csoki csomagolásokat, hogy útközben véletlenül se tudjon már valaki megenni egy csokoládét, vagy valami. Hát ez nem úgy vagy, ne otthon egyed már. Vagy ne az utca közepén, az tehát. Itt az egyik. Akkor elvileg ez a vaníliás. Külsőleg... Na le is tölt egy darab, ez tökéletes lesz a bemutatásra. Tehát ez így néz ki. Hát átlagos csoki, tehát Magyarországon is lehet ilyeneket kapni simán. Nézzük az ízét. Elsőre... Most ez nem poén. A Balaton jut eszembe róla, de mégsem. Tehát a kezdő íze ilyen Balaton, aztán átmegy másba. De finom. Nem rossz. Akkor... Megnézzük ezt a verziót is. Külsőleg semmi változás nincs, max egy kicsit csokisabb. És akkor ízileg. Hát igen. Hát igen, érződik, hogy ez csokis. Talán ez nekem jobban is ízlik, mint a vaníliás, megmondom őszintén, tehát... Nagyon finomak ezek is. Tehát ez a két csoki... Én nekem jobban ízlik a ez. De ez sem rossz, de... Ez nekem jobban fekszik. Akkor következő termékünk... megint egy két íz. Gondolom egy vaníliás és egy csokoládés. Ami rá van írva a termékre, az várjál... Ciocolate de casa! Oké, bontom. Oké, rendben. Elég tömény szaga van. Tömény csokoládé. Elsőre egy tömény csokoládé. Közben a hajam az megint produkálja magát, mert tudja, hogy videózok. Akkor megkóstoljuk. De tömény. Íze nem lenne rossz, csak tömény. Tehát nagyon tömény. Látjátok? Iszonyatosan tömény. De amúgy finom, csak ebből is egy ilyen nagyon piciket kell még, nem tudom, egy 10-15 percenként bekapni, mert ezt egyszerre megeszi valaki. Azt szerintem rosszul lesz. Mármint a hasa elkezd fájni, vagy valami. Tömény csokoládé, gyerekek. Amúgy nagyon finom, tehát az íze ennek is tökéletes. Csak nekem az, engem az zavar, hogy tömény. De ez kókuszos, gyerekek, ez kókuszos. Ez meg tömény kókusz, tehát... Talán egy kis vanília is van benne, tehát kókusz vanília. Aki imádja a kókuszos dolgot, annak ez lesz a favorit, ez biztos. Én annyira nem szeretem a kókuszt, de megeszem. Tehát azért nem favorit, de azért megeszem. És azt kell mondjam, ennek is nagyon jó az íze. Olyan kókuszos vaníliás keverék, ez is tömény. De finom. Tehát ez is ugyanaz, mint az előző verzió, hogy el lehet fogyasztani, csak nem egyszerre, mert akkor biztos, hogy a poci meg fog fájdulni.
Úgyhogy azt kell mondom, hogy ez is nagyon finom. Én nem annyira vagyok kókuszos, de aki szereti a kókuszt, aki tényleg szereti a kókuszos dolgokat, mint olyan Bounty vagy ilyenek, annak ez favorit lesz ez a ez. Tehát ez mindenképpen, gyerekek. Tehát ez volt akkor a Ciolocote de Casa Coco. Holvadin Floreo Ciareuli Flecostre Krotesemt Flore Soleri. A picsa. Na várjál, halva, ez a halva, napraforgó magból készült édesség. Ez, gyerekek, tehát itt van, halva. Dinoflo, Floera, Serra, na érted? Tehát, ja. Oké, hát akkor ezt is kibonjuk. Ez is olló kell? Nem, ehhez nem kell olló, jól van. Hú, ez nagyon, oh. Hú. Ajaj. Oké, tehát ez így néz ki, csomagolás, nem tudom mi ez. Eléggé furcsa, tehát ebbe... ezt most hogy kóstoljam meg? Tehát nem hoztam magammal semmi olyat, amivel ezt meg tudnám kóstolni, tehát... fuck. Húha. Megpróbálok késsel vágni belőle egy kis darabot. Kemény! Tömény! Na. Sikerült ennyi darabot ebből. Igen. Érződik rajta a napraforgó, ez biztos. Aha. Igen, a napraforgó 100%-osan érezhető. Hát igen, ami a napraforgó... tulajdonképpen... Ez amilyen édesség lehet a foci drukkereknek, vagy aki szereti a szotyit. Ez ilyen szotyira emlékeztető édesség, tehát elég volt a szotyi, meg mit tudom én. Mi nem ilyet eszünk a focipa izé meccseken, de most komolyan. Triti Bell! Gyerekek, ez ilyen csomagolást kapott. Ez nem tudom, hogy mi. Mindjárt megnézem. Várjál, Triti Bell árpából készült édesség, olyan mint a Zizi. Hát ne haragudj, Gergő, de én azt sem tudom, hogy a Zizi mi. Tehát, de mindegy. Tehát Triti Bell. Tehát így néz ki. Nagyon jól néz ki. Nagyon jó, nagyon szép kis csomagolást kapott. Vannak rajta ilyen, nem is tudom, milyen fejű lények, vagy nem is tudom mi ez. Talán valami űrlények, akkor nem tudom. Na mindegy. Remélem, hogy ezt ki tudom bontani anélkül, hogy fel kelljen meg. Igen, sikerült kibontani. Hú, az így, az illata, az valami elképesztően jó. Hát hirtelen megcsapott engem a ilyen gyümölcs illat. Ha beleszagok, ilyen gyümölcs illat van. És ezek tulajdonképpen így néznek, ilyen kis, olyan, mint ilyen kis felfújt. Nem is tudom, várjál, mindjárt megkóstolom. Ez tulajdonképpen, itt Magyarországon is van hasonló termék. Nem tudom most konkrétan a nevét, de biztos tudjátok, hogy mire gondolok, vagy biztos van, aki tudja, hogy mire gondolok. Ez. Ez nagyon jó. Tehát ennek egy jellegzetes íze van, amit nem lehet megmagyarázni. Ez egyszerűen finom. Tehát ez jó. Ez teljesen jó. Ez nagy gameplay-ezés közben el lehet fogyasztani. És hát mindenféle íz van benne. És ha egyszerre veszed így be, akkor keverednek az ízek. Ez nagyon finom. Ez jó. Triti Bell. Zizi. Lehet, hogy a Ziziről volt szó, pont amiről beszélek, a Magyarország nem. Nem arra gondoltál? Erre is rá van írva, hogy Zizi. Erre is rá van írva, ott van Zizi. Semmi problémám nincs vele. Ez finom. Tehát... bármi szituációban, bármikor képes vagyok megenni. Tehát ez nagyon jó. És a végére maradt a meglepetés, amit küldtek nekem még a csomaghoz. Azt hagytam utoljára, a gyerekek, hogy nézzük meg mi az. Oh! Kérlek szépen benneteket. Ez igazi, nem én mondom, ott van, igazi. Csikisör. Üdít, táplál és felvidít. Ráadásul magyarul van ráírva, tehát nem... Csiki sörfőzés 1540 óta.
az év söre volt elvileg 2015-ben, ez a sör. Nem vagyok nagy alkoholos, azt kell, hogy mondjam. 100% home brew, premium quality, 0,5-6%-os alkoholtartalommal. Egy igazi székely sör, gyerekek, egy igazi székely sört tartok a kezemben. Nem vagyok, egyáltalán nem szoktam alkoholizálni, nagyon ritkán akkor is, hogyha van miért inni. De gyerekek, én ezt most a videó kedvéért én most ki fogom bontani, és meg fogom kóstolni. Jó? Tehát ez köztünk marad most ez a... ez. Na. Gyerekek, húha, kijön. Hú, micsoda, micsoda szép, érted? Kicsit fel van rázva valószínűleg. Na, gyerekek, nazdarovja, egészségetekre. Oh, fuck. Tulajdonképpen... Tulajdonképpen sok különbséget nem érzékelek egyébként. Olyan, mint a borsodit innék. Tehát tipikus sör, íze van, finom, bár én nem sörözök, tehát megmondom ezt, én nem szoktam sörözni, de ennek tipikus sör íze van, tehát nagyon jó. Nem tudom, mit mondhatnék el még róla, gyerekek. Hát komolyan, nem, mint a kőbányait vagy borsodit innék, nagyon hasonló az íze. Viszont az biztos, hogy egy meleg nyári napon egy ilyen lehűtött sör az aranyat ér. Úgyhogy a kinézete az nagyon szép. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a kis ajándékot is megkaptam. Most már alkoholizáltam is, most már azt is írhatjátok, hogy alkoholista vagyok. Na, gyerekek! Ennyi volt ez a csomag, ennyi volt ez a kis román édességcsomag. Gergőnek és a többieknek nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltetek. Ez volt életem első ilyen csomagja, és örülök, hogy csinálhattam veletek videót róla. És ha esetleg még valaki más is szeretne hasonló csomagot küldeni, az nyugodtan vegye fel velem a kapcsolatot, és hát akkor a részleteket megbeszéljük. Köszönöm szépen még egyszer, maradjatok velem, mert a leveleket is majd ki fogom bontani minél hamarabb. Úgyhogy minden jót nektek, legyetek jók, és sziasztok! Ezt a sört megiszom.